Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi energia, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ennél a kivetésnél feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait középen látjuk, itt felül és alul. Ez a kép azt jelenti, hogy megvan kapcsolat, megvan a harmónia kettőtök között. Mondhatnám úgy is, hogy ő elégedett veled, de vannak bizonyos pillanatok, amikor egyedül akar lenni, amikor visszahúzódó. Sőt, vannak ilyen szomorú pillanatok is, amikor egyedül érzi magát, vagy magányosnak érzi magát. Bal oldalon látjuk az ő érzelmeit. Itt ez a mágikus hölgy, ez a varázsló nő, jelenti a varázslatos kisugárzást mindkettőtök részéről, a vonzalmat, a bizalmat, hogy minden olyan jól fog alakulni kettőtök között. Ez a varázslatos energia köztetek. Ez lehet egy telepátikus kapcsolat is. És itt a kép jelenti a vágyakat. Ő érzi azt, hogy gondolsz rá, meg vannak részedről is a vágyak, az álmok, az elképzelések, és itt ez a kép arra utal, hogy mennyire fontos számára az, hogy segíts neki, hogy ott legyél a háttérben, hogy ott legyél mellette. Mit fog tenni, az itt jobb oldalon látható. Ez a kép azt jelenti, hogy vagy ő irányítja a dolgot, vagy ő úgy érzi, hogy te akarod irányítani a dolgokat. És itt van a kontrolle, az azt jelenti, hogy vagy ő kontrollál téged, vagy úgy gondolja, hogy te figyelgeted őt, és mindent tudni akarsz. És ez a kép azt jelenti, hogy mennyire fontos lenne ezeket a témákat lezárni, hogy legyen meg a bizalom kettőtök között. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. A harmónia. Itt a hajó a levegőben jelenti a gondolatokat, a terveket, az elképzeléseket, a vágyakat, és itt a horgony az jelenti a biztonság érzetét, hogy ez a vágy, ez az elképzelés, ez le tud horgonyozni, ebből lesz valami. Megvan a bizalom. És itt a magány, vagy az egyedüllét, vagy a visszahúzódás. Itt látható egy csoport, lehet, hogy sokan vannak körülötte, ami a munkát illeti, vagy a családot, vagy a környezetében, és ez túl sok számára. Ez kivált nála egy ilyen stressz szituációt, és ezért vágyik erre az egyedül létre. És ez a mágikus kisugárzás, vagy a varázslónő, itt látható a munka, a hivatás, az lehet, hogy megvan ez a mágikus kisugárzásod, vagy a tehetséged a spirituális területen, de máshol dolgozol, más tevékenység van nálad, és lehet, hogy a kártyák azt jelentik, hogy ő érzi ezt, és ki akarja fejezni, azt mondja számodra, hogy próbálj meg valamit változtatni a munkahelyeden, mert ahogy most dolgozol ilyen szorgalmasan, nem érzed jól magad,
az is lehet, hogy kihasználnak téged a munkahelyen. És a vágyak, itt látható ez a szegénység, az veszteséget jelent, és lehet, hogy ő úgy érzi, hogy megvan a közeledés, megvannak a vágyaid, az álmaid, nem csak ami kettőtöket illet, hanem ami a munkát illeti, de félsz attól, hogy elveszíted a munkahelyedet, félsz attól, hogy ez a tevékenység nem jön be, és akkor veszteség lesz. A kártyák azt is jelenthetik, hogy ő érzi azt, hogy részedről megvannak a vágyak, az elképzelések, de a félelmek is. Te segíteni tudsz neki, és miben? Nagyon sok pénzt nyerni. Ez lehet a nyeremény, lehetnek a sikerek a munkahelyen. De jelentik a belső értékeket is, hogy megvan nála az az elképzelés, vagy a vágy, hogy te megbecsüld őt, hogy értékeld őt, mert pontosan ez, ami most segítene neki. A saját döntéseid. Ha te egy hölgy vagy, akkor te veszed kezedbe a dolgokat, és te fogsz itt döntéseket hozni. Mit kellene elengedni? Lehet, hogy van egy férfi a közeledben, aki segít neked, aki jó szándékokkal közeledik hozzád, előfordulhat, hogy ő féltékeny, és szeretné azt, ha lezárnád ezt a kapcsolatot. A kontroll. Kontrolle. Itt látható a nagy szerencse. Itt bizonyos dolgokat el kell engedni, le kell zárni, ez jelenti a hozzáállásotokat is, és ha ez sikerül, ez a változás, akkor az egy nagy szerencse lesz számotokra. Az ő jelenlegi helyzete, tervez veled egy közös életutat. A te jelenlegi helyzeted, ez a gazdag hölgy téged szimbolizál tulajdonképpen, ez lehet egy nyeremény, egy munkahelyi változás, nagyobb sikerek, mint eddig, de ez a gazdag lány, ez jelenti a belső gazdagságot, a belső értékeket, és légy ennek tudatában. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!